nagy világnak legnagyobb gyémántja. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka. Te a nagy világnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még kis szara. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálat, én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka. Te a nagy világnak legnagyobb gyémánt. Együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer álljon meg. Reszked a bogom, mert madárka szállott rá. Reszked a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsi kis leány. Köszönjük szépen! Szegő Dávid, Morvai Tamás, engem pedig Lovászi Edinának hívnak. Köszönjük szépen! Van egy 2 hónapos kislányom, meg van egy 3,5 éves nagyfiam, csak ez lehet, hogy itt eddig még ez nem derült ki, most a kisbaba miatt változtak a dolgok, mert ilyen picikével még nem léptem föl, azt hiszem, soha. Úgyhogy változott, mert leginkább azért, mert kicsi a tér otthon, és akkor, amikor az egyik alszik, de a másik is, akkor középen marad egy pici tér, és akkor ott lehet hangoskodni, vagy nem lehet igazából az sem. Tehát itt nagyon be kell osztani a gyakorlást, a dalírás időt, és mindent igazából, de nagyon, tehát hogy az a része, ami ilyen érzelmi része, tehát hogy milyen családnak lenni, meg 2 gyerekes anyukának lenni, az nagyon szuper és örömteli. És az éneklést meg igyekszem így beletenni ebbe azt a dalt, amit most hallani fognak a nézők, hallgatók. Azt nem ebben az időszakban írtuk a fiúkkal, Morvai Tamással és Szegő Dáviddal, hanem már bemutattuk ezt nyáron, szóval azért az azért necces lett volna, azt hiszem, hogy így a 2 hónapban még az is férjen bele, de egyébként már a próbák és az itt megjelenés, az meg nagyon jó, hogy itt lehetünk, és én nem szerettem volna, hogy kimaradjon az évben ez, a versünnep,
már ez a harmadik, hogy itt vagyok, harmadik év, és mindig valami többlettel, valami pozitívummal tudtam távozni, akár olyan visszajelzések nézői, vagy zsűritől érkező mondatok, gondolatok, ölelések, bármi, ami akár egy Covid utáni időszak után volt nagyon jó, meg most is még nagyon fontos az, amikor találkozunk, megmutathatjuk magunkat, hogy most éppen mind kísérletezünk, hogy mi hogy gondoljuk, hogy egy verset érdemes megzenésíteni, és ez egy párbeszéd, tehát, hogy majd megnézzük, hogy átjön-e az a nézőknek, amit mi gondolunk, hogy jön át az a hangulat, amit megírt a költő. Mi most egy Petőfi Sándor verset zenésítettünk meg, vagyis többet, de ezt választotta a zsűri, hogy ma azt adjuk elő. Az annak a hangulata, érzelmi világa, gondolata átjön-e? Mi erre törekedtünk egyébként, hogy jöjjön az, szülessen meg az, ami szerintünk ebben a versben van. Meglátjuk, hogy most sikerülni fog-e, hogy fog sikerülni, és a többiek mit szólnak ehhez.